A szobrász különös kettős életet él. A szellemi munkás, a tervező életét, és az ezzel látszólag szemben álló fizikai munkás, a mesterember, a kivitelező, fáradtságos munkáját végzi. Ez a folyamat nem csak azért látszólag ellentmondó, mert ebben a két folyamatban a szobor állandóan alakul, egymással összefüggőnek tekinthető, hanem azért is, mert hiába rendelkezik egy szobrász kiváló technikai készségekkel, hogyha szellemi háttere hiányzik, soha nem lesz belőle jó szobor. Ugyancsak fordítva is igaz ez a megállapítás, mely szerint hiába van egy olyan szobrász, amelyik szellemileg igen felkészült, és a technikai kivitelezés hiányzik megüle, nem lesz láthatóvá szobra. Vannak szobrászok, akik temperamentumuk, alkatuk szerint megválasztanak egy-egy technikát, egy-egy anyagot, amely legközelebb áll hozzájuk. Bár a szobrászat technikái ezerfélék, a kivitelezés módja nagyon sokszerű, mégis általában elmondható, hogy vannak olyan szobrok, amelyek elsősorban lebontással készülnek, és vannak olyan szobrok, amelyeket felépítéssel készítenek. Nagyon sok szobor készül úgy is, hogy ennek a két eljárásnak a kombinációját alkalmazzák. A faragáshoz régóta használják a követ, a fát, a csontot, újabban a poliamidokat, a gipszöntvényeket, betonöntvényeket, de a kő még ma is nagyon sok szobrászt vonz. Egy Michelangelónak tulajdonított mondás szerint a szobor benne van a kőtömbben, csupán a felesleget kell lehántani róla. A faragás technikája tehát azt jelenti, hogy az anyag nyers tömegéből kibontják a megkívánt formát, és e munkához vésők és kalapácsok számtalan fajtáját használják. Először durván, majd egyre finomabb, kisebb részekben koptatják a követ, annál érzékenyebben, minél közelebb kerül alkotója az elképzelt formához. Példánk felgyorsítva mutatja be azt a folyamatot, amelynek végén a szobrász fogasvésővel hozza egy szintre a felületet, majd géppel ragyogó simára polírozza a felszínt. Kőszobrokhoz különböző keménységű anyagokat használnak a puha mészkőtől a kemény gránitig. Brancusi ismert mondása szerint a kő faragása közben fedezzük fel az anyagunk szellemét és sajátosságait. Kezünk gondolkodik és követi az anyag gondolatait. A faragáshoz a másik leggyakrabban használt természetes anyag a fa. A kő talán egy kicsit hideg, merev, elegáns, reprezentatív anyag, ugyanakkor a fa valamilyen melegséget áraszt magából, olyat, amiért semmi más anyag nem tud árasztani. Valamilyen készes simulót, olyasfélét, amilyet a lapátok kézáltal kicsiszolt nyeléből érezhetünk. Olyasfajta ez a különbség a fa és a kőből készült szobrok között, mint amilyet a kősziklánál és az élőfánál talál. A fa, amikor meghal, akkor tulajdonképpen új életet kezd egy alakító ember szerszámai vagy kéznyoma szerint. A fa az egy csodálatos anyag, szóval mindent tud. Ez alatt azt értem, hogy a szerkezeténél, a struktúrájánál fogva végtelenül sokféle és sokszínű dolog, tárgy faragható, alakítható belőle. Tehát nem tudom hasonlítani se a lemezhez, se a bronzhoz, se a kőhöz, mert
mert mindegyiknél többet tud talán. A szerszám az a legfontosabb, tehát hogyha van egy elképzelése az embernek, és nincs milyen szerszámmal megvalósítania, akkor akadozik a dolog. Sokféle szerszámmal közelíthetek. Itt van ez például egy kapics, úgy hívják. Ezt a cigány emberek használják, ezzel vésik ki, vagy kapicsolják ki a teknőt. Vagy itt van egy egész mély ilyen V-alakú véső, vagy említhetném a baltát, a szekercét, a fűrészt. Tehát sok-sok szerszám áll a rendelkezésére egy szobrásznak ahhoz, hogy kialakítsa a fából, kibontja a fából a tárgyát, vagy a műtárgyát. A fafaragás ősi kézi szerszámai mellett napjaink ipari technikáit is hasznosítják a szobrászok. Például a különböző esztergáló és fűrészgépeket, mint a láncfűrészt vagy a szalagfűrészt. A faragás elsajátításához legalkalmasabb a puha, jól alakítható hásfa. Hazai keményfáink közül a legnépszerűbb, legjobban faragható fajták a tölgy, a gyertyán, a dió és a körte. A köztudatban úgy van, hogy a fa szobor nem áll meg a külső terekben, de a szobor nem időtálló, ha fából készül. Na hát ezt kézből megkontrázom, mert nem így áll a helyzet. Hogy tudnám megmagyarázni a fának a hihetetlen szívósságát? Tehát az, hogyha valaki életében egy rönköt megpróbált szétverni, egy akácfa rönköt, vagy egy tölgyfa, vagy egy szilfa, ami egyszerűen annyira ellenáll, hogy ott szó sincs arról, hogyha egy finom repedés, vagy egy vastagabb repedés van a fába, akkor az most szét fog esni. A fa miként alkalmazkodik a más anyagokhoz? Tehetek rá bőrt is, tehetek rá fémet, applikálhatok rá mindent, mert a anyagánál, természeténél fogva végtelenül toleráns. Én szeretem kibontani az anyagból azt, amit csinálok. Tehát a mintázás, meg a gipszből való felrakás, az magába hordja azt, hogy felrakom, ha ahol nem tetszik, ott leszedem, levágom, tehát így alakítom. Az egy sokkal szabadabb alakítás. Gondolod, hogy ez egy művészi alkat, hogy egyik művész felépíti, másik lebontja? Valószínű, hogy így van. A faragás ellentéte a mintázás. Alkalmas hozzá minden olyan anyag, amely hozzátapad az előző réteghez, és azzal összekötődik. Ilyen a gipsz, a plasztilin, a műanyag. A szobrász jól előkészített vázra rakja fel tervének megfelelően a kiválasztott anyagot. Mintázáshoz leginkább agyagot használnak, mert az olcsó, könnyen beszerezhető és jól alakítható. Szobrász műhelyében vázat készít a szoborhoz. Közben a mintázás sajátosságairól beszélgetünk vele. Az alkotó és anyaga közti kölcsönhatás, amely megtalálható a kő, a fa vagy a fémszobrászat esetében, vajon fennáll-e az agyag mintázás során is? Az agyag egy sárkupac, tehát önmagában nem inspiráló. Csak akkor, hogyha valakinek, a szobrásznak van egy elképzelése, és meggyúrja. Tehát szoborrá gyúrja az anyagot. A szobrászok nagyon szeretik az agyagot, és hát mindig is használták nagy szobor készítéséhez is, mert ebbe tudják a legjobban eltárgyasítani a gondolataikat. És a leghamarabb, leggyorsabban. Az agyag változtathatóságának a nagyszerűsége, hogy ha amennyiben úgy érzem, hogy nem sikerült a gondolatom, és nem sikerült megfogalmazni ezeket a tömegeket értelmesen, akkor megsemmisítem a szobrot, és ismét egy agyagkupac lesz belőle. Amilyen egyszerű ez az anyag, és szép, én olyan egyszerű eszközöket használok, de nem szépeket. Ezeket úgy találom, általában a műterem szobraiba. Ezek itt látható egy kés,
egy-két fadarab, kalapács, harapófogó, ami a váz igazításához kell. Ezen kívül, igen, sokat használom a kezemet. A kéz az rendkívül gazdag, tudja a formát kezelni, és a kéznek a markolása, ütése, a simítása mind érzékletessé tudja tenni a formákat. Az agyag egy nagy zsugorodású anyag. Most mivel ebben például fa van, és elhagyom, tehát nem vizezem, tehát itt hagyom a szobrot, akkor ez szétporlad, szétmálik, szétesik. Na most ennek ezért szakszerűen ezt kiszokták válni, és a kivált szobrot szakszerűen kiszárítják, és szárítás után égetik. Ebből lesz a terrakotta, magyarul a cseli. Hát ez egy terrakotta portré. Ez ki van válva, mégpedig úgy, hogy itt megskalpoljuk a fejet, és kiszedjük belőle az agyagot tartó fákat és úgynevezett tartó kereszteket. Ezek után visszatesszük ezt a kis skalpdarabot, és most már a fej olyan lesz, mint egy köcsög. Belül üreges, és ezt aztán kiszárítjuk és kiégetjük. A gipsznek azt az előnyös tulajdonságát, hogy alkalmas a legpontosabb másolatok készítésére, jól kihasználják a szobrászok. De előnytelen fizikai és esztétikai adottságai miatt ritkán alkalmazzák a mű végleges anyagaként. A kecskeméti művésztelepen készítette földműves emlékművét. Ehhez több gipszöntvényt is felhasznált. A sokféle öntés közül mi csupán az emberi alakét idézzük fel. Öntvény a lemásolt tájról részletezően gazdag, hiteles képet ad. Ezeket a másolatokat teljes szabadsággal használja fel kompozíciójához a művész. Szerepük az alkotó folyamatban mégis csupán átmeneti, hiszen a véglegeset, magát a művet kőbe faragja Melokkó Miklós. Tamás esztergomi emlékművét bronzöntésre készítette elő. A gipsz, mint átmeneti anyag nála is előfordult. A bronzöntésnek több fajtája használatos. Nálunk leginkább a homok darabforma öntés ismert, ezért filmünkben most ezt mutatjuk be. Az eljárás lényege, hogy a kiöntendő formát úgynevezett formázó szekrénybe helyezik, majd öntőhomokkal veszik körül, amely ütögetésre összeáll, megszilárdul. Öntés előtt célszerű az így nyert negatív forma belsejébe egy idegen magot helyezni,
hogy ne legyen tömör az öntvény. A mag nagysága határozza meg a szobor falának vastagságát. Az olvasztott fémet az öntőmester kis csatornán át juttatja a negatív formába, s hasonló csatornákon távozik a munka során keletkező forró lehegő. Ezután a formázószekrényt megfordítva elkészül a másik oldal is. A két formázószekrényt nagy gonddal összekapcsolják, és elkezdődhet az öntés. A bronz összetételét tekintve vörös réz és onkeveréke, amelyben ma már cinket is tesznek. A szobor szépsége technikai szempontból az öntés minőségén múlik. Az a cél, hogy a művész kezemunkája, formázás finomsága minél jobban látszódjék a kiöntött bronz felületén. A nyers bronz öntvényen még rajta vannak a beöntő és levegő csatornák. Ezeket is az öntés során ráégett öntős alakot mechanikus és kémiai úton távolítják el a felületről. A további finomítás cizellálás útján érik el. Művészettörténeti példák segítségével idézzük fel a legismertebb cizellálási módokat. A bronz az a kultúránknak a elemi része. A megcizellált bronz az a formától függetlenül is gyönyörűséget okoz, hiszen mélység van benne, varázsa van, fénye van, patinázható, a patináját évtizedeken, esetleg évszázadokon át megőrzi. Elképzelhető azonban patinázás nélküli bronz is. Ebben az esetben rendszerint a felületét alaposabban megdolgozza, hogy azon a fényhatás is szerepet játszik. Nekem egyik kedvenc példám erre vonatkozóan például fémes Beck szobrai, melyiknek az értékét is mindenképpen a tökéletesen befejezett cizellálás adja. Én legszívesebben Ferenczi Bénit hozom fel példának. A bronz munkálásának nagy mestere volt, én is tőle tanultam elsősorban. Ha újabb öntvény készült ugyanarról a szobráról, az kétszer egyformán nem cizellálta meg. Mert maga a cizellálás az újabb gondolatokat keltett benne, és ezáltal minden munkája egyedi mű lett. Én bármennyire a tökére törekszem, a kezem miatt, a kézi munka miatt, ott mindig parányi kis hibák lesznek, parányi kis eltérések. Kicsit a polírkő megugrik. Néha egy kicsit jobban nyomom, néha kevésbé. Ezáltal egészen finom hullámzást kap, amit persze csak nagyítóval lehet látni, de ezáltal mégis élő felületet kapok, amit gépi eljárással soha el nem érek. Öntésből kikerült tárgyakat azonban ma már egy bizonyos méreten felül nem lehet kézzel cizellálni. Szükségesek hozzá erős gépek, cizellőrvésők, kaparókések, amelyek maró, csiszoló és különböző forgácsoló munkákat elvégeznek a hosszadalmas kézi munka helyett. Befejezetnek tűnő szobor azonban patináját csak a végleges helyén nyeri el. Eddig a hagyományosan ismert anyagokat vettük sorra. Századunkban azonban a szobrászat új anyagok tömegét használja fel plasztikai gondolatok kifejezéséhez. Ezek közül is leggyakrabban használt hatásos új anyag a műanyag. Milyen anyag a műanyag? Hát kikerülhetetlen. Ma már
olyan korban élünk, amikor a műanyag valóban kikerülhetetlen. Holott kezdetben a műanyagot a természetes anyagok fogytával a természetes anyagoknak a pótlására találták fel. Ha megjelenik egy anyag az iparban, az előbb-utóbb a művészek egy része felhasználja. Tehát először, amiből tényleg műanyag szobor készült, azt Naum Gabó készített 1916-ban, és ezután aztán Gabó után Pevsnerék és a többiek. Te milyen műanyagokat használsz a munkáidnál? Plexit és poliésztert. Most formára úgynevezett poliészter gélt hordok fel, ecsettel. Az alapanyag a poliészter, ennek van egy gyorsítója és katalizátora. Ezt összekeverem, ecsettel felhordom a negatív formára, majd miután ez megkötött, ugyanezt a folyamatot megismétlem, csak belehengerlek üvegpaplant. Tehát ettől lesz szilárd. Ugyanebből készítik a tengerjáró hajókat is. Se a mintázáshoz, se a faragáshoz nem hasonlatos ilyen. Hát ha csak azt nem veszük, hogy a negatívot, azt valamilyen technikával, tehát hagyományos technikával kell előkészíteni. A vörösből a feketébe átmenő poliészter plasztikám, ezek rétegenként vannak öntve. Előre kikeverek egy színskálát, tudom, pirostól a feketéig, és másfél-két centi réteg vastagságban a különböző színeket egymásra öntem. És hogyha ez egyszínű lenne, akkor lehetne egybe önteni? Egy bizonyos réteg vastagságig. Miért kell a réteg vastagság? Azért, mert ennek a kötéskor fellép úgynevezett reakcióhő, amelyik nagyon magas lehet, és az anyag szétrobban. Van egy bizonyos technológiai fegyelem, amit be kell tartani. A plexi egy víztiszta anyag, és szerintem a legnemesebb műanyag már a szobrászok számára. Hőre lágyul, tehát hajlítható, rétegenként önthető. Mit jelent a szobrász számára az, hogy ha egy anyag teljesen áttetsző? Nincs titok a plexi plasztikában, mert átlátni rajta. Olyan nemes anyag, hogy bármi tárgyat teszel bele, tehát értékeset, mondjuk aranyat, vagy értéktelent papírt, a kettő plexibe ágyazva már értékét veszti. Egy más közegbe került, és azt hiszem, mivel hogy a plexi megőrzi ezt, konzerválja, ugyanolyan nemes anyaggá válik. Közös nevezőre hozza eszmei értelembe is különböző anyagi értékeket. Végül is azt mondhatnánk, hogy nincs külön anyaga a szobrászatnak, nincs külön anyaga az iparnak. A lényeg az talán, hogy ha kinyúl ahhoz az anyaghoz, mert vagy szobor lesz belőle, vagy pedig egy ipari tárgy. Napjainkban megszokottá váltak a mozgószobrok, ismertebb nevükön mobilok, noha alig 50 éve komponálják a mozgást, mint kifejező elemet a szobrászok a műrészévé. Kétségtelennek látszik, hogy a mozgás bevonása a szobrászatba a kor dinamikus jellegének kifejezési igényeiből keletkezett, de természetesen sok alkotó ma sem mondott le az ábrázolásról. A mechanikai mozgás alkalmazása mellett a technikai fejlődés adta lehetőségeket, az elektronikus szerkezetek térhordításával egyre inkább kihasználják a művészek. Alig negyed százada, hogy a mozgás mellé a fényeffektusokat is beiktatják, és ezt kombinálják elektronikus vagy hangra érzékeny vezérléssel. Halocsán, az alkotó gyűjteményes kiállításán beszélgetünk a fém, üveg, fény és mozgás együttes hatására épülő mobilokról. A söffer kibernetikus konstrukciók alapvetően eltérnek a hagyományos szobroktól. Hát nagyon jól mondta, hogy ez eltérnek a hagyományos szobroktól,
Mert azt hiszem mindenki tudja, hogy a világ a sose állt meg, 3 millió év óta az emberek léteznek, és biztos az Altamira és a Laszkó óta van egy kis változás a művészetben. Szóval a mi problémánk az, hogy a városi tér, amiben az emberek élnek, az ugyanakkor egy művészi tér legyen. És nem csak lakóházak legyenek benne, ami lehet tényleg élni közepesen, hanem amikor kimennek az utcára és a terekre, ahol tömegek járnak, akkor azoknak adjanak egy olyan látványosságot, és olyat halljanak, hogy az esztétikus, és az egy meggazdagodás. Én azt csinálok, hogy létrehozzak olyan modelleket, amilyeket azután föl lehet használni a városi térnek a kibővítésére és a művészi átváltoztatására.